Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A Makói Városi Televízió keddesti híradóját látják, benne a legfontosabb hírekkel. Jó hangulat volt Gerizdesen. Táplálékallergiásoknak segítettek. Remekeltek focistáink. Vasárnap a gerizdesi lakók ünnepeltek. A zenés-táncos programok ebben a körzetben sem maradhattak el. A városrésznapra ezúttal is sok környékbeli lakó érkezett, a programokat a kisgyermekek élvezték a legjobban. A Kelly Tánc csoport volt az egyik attrakciója a gerizdesi városrész napnak vasárnap. A programok között számos koncert és tánc szerepelt, ám a szervezők a gyerekekre is gondoltak. A legkisebbek az ugrálóvárban és a kézműves sátrakban érezhették jól magukat. A rendezvényre a gerizdesi lakókat várták, közülük is legtöbben a kisgyermekes családok látogattak ki. Nagyon jó érzik magunkat, nagyon szíves a program. Táncoltunk. Játszottunk. Te hogy érezted magad a színpadon? Mit próbáltál ma ki? Jó volt, és énekeltünk, még csoportban játszottunk. Kipróbáltam az arcest és a játékokat, az ugráróvár. A település részen ez már a második ilyen városrésznap volt. Tavaly rendezték meg az elsőt a játszótér avatásakor. A lakosok nagy része már akkor is ott volt, de nem volt ezzel mindenki így. Nekem ez az első még itt, ilyen gerizdesi napok, én most vagyok először itt. Bár igaz, hogy 8 éve itt lakunk. A gerizdesi városrésznap ötlete onnan eredt, hogy Makó több település részén nagy hagyománya van ennek, és szeretek volna ebben a körzetben is egy olyan közösségi programot szervezni, amely összehozza a makóiakat. Város, többi város részében nagyobb hagyománya van ennek. Tavaly avattuk fel ezt a játszóteret, ami itt látható mögöttem, és akkor született meg a gondolat és a helyiek igénye is, hogy csináljunk itt is egy városrésznapot. Ez egy kicsit kiesik a város központjából, tehát az itt élő emberek, gyerekek is kicsit nehezebben tudnak fölmenni a főtéri rendezvényekre. Ezért gondoltuk akkor azt, hogy a játszóter avatásával párhuzamosan egy városrésznapot is szerveztünk. Míg a fiatalabbak a gyerekeket hozták el, az idősebbek a barátok és a családtagok miatt jöttek el. Nosztalgiázni jöttünk ide Gerizdesre. 41 év, hogy elköltöztem. És visszajöttünk egy kicsit, kíváncsiak voltunk a itteni hangulatra. Szerintem jó programokat választottak. Ami lényeg, hogy a gyerekeknek minél több programjuk legyen, hogy ők érezzék jól magukat. A gerizdesi napon Farkas Éva Erzsébet polgármester és Marosvári Attila önkormányzati képviselő köszöntötte gerizdes lakosságát. A szervezők hagyományt kívánnak teremteni a rendezvényből, így azon dolgoznak, hogy jövőre is megszervezzék a település résznapját. A makói kezdeményezésű Babóka ételallergiás gyermekekért alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy könnyebbé tegye a táplálékallergiában, lisztérzékenységben vagy bármilyen táplálékintoleranciában szenvedő gyermekek és hozzátartozóik életét. Az alapítvány első alkalommal szervezte meg az ételallergiások napja elnevezésű rendezvényt. Van rizscsipszünk, ami szintén ugye természetesen glutén tejtojásmentes. Többek között ilyen termékeket is megkóstolhattak az érdeklődők szombaton a Hagymaházban az ételallergiások napján. A kiállításon megtalálhatóak voltak glutén, tej és tojásmentes termékek, amelyeket bárki megkóstolhatott. A Babóka alapítványt 6 hónapja hozták létre saját tapasztalat hatására. Ez egy egyéves múltra megy vissza, a gyerekünkből adódóan hoztuk létre, mert mindig problémák voltak, önállá is, mint étkezés szempontjából, mert ételallergiás, és szülői összefogással hoztuk ezt az alapítványt létre. A szombati rendezvény célja az volt, hogy az allergiában szenvedők ne csak nagyobb városokban jussanak hozzá a speciális élelmiszerekhez. Gyermekek számára támogatott lisztérzékenységi szűrést is végeztek, és szakmai tanácsokat is kaptak az érdeklődők. Ez a teszt kimondottan a lisztérzékenyek vérében termelődő ellenanyagot mutatja ki. Ez az ellenanyag akkor keletkezik, ha lisztérzékeny testébe glutén kerül, és reakcióba lép a szervezettel. Ez az, amit mi jól ki tudunk mutatni, és azért alkalmas szűrővizsgálatra, mert nagyon sokszor panasz és tünetmentes még, mi viszont már a teszttel, az ellenanyag szint emelkedésével megtaláljuk.
A makóiak örültek a kiállításnak, sokan a kóstolás mellett ötleteket is gyűjtöttek. Nagy Imrénének fia és unokája allergiás, gluténmentes diétát kell betartaniuk. Szerencsére már most igen nagy választék van gluténmentes termékekből, alapanyagokból, és általában én úgy főzök és úgy sütök nekik süteményeket is. És most is ön jött el ide és vásárolva, hogy tetszik ez a kiállítás? Nagyon jó, nagyon jó. Ötleteket mindig lehet újakat szerezni. Hát már 7 éve csinálom, tehát eléggé gyakorlott vagyok ebbe a dologba, de azért mindig lehet tanulni. Az alapítvány kiemelt fontosságú céljának tekinti a szociálisan rászorult speciális táplálkozást igénylő gyermekek étkeztetésének támogatását. Alapanyaggyűjtéseket fogunk szervezni ezen a napon, mert az alapítványunk a fő célja, hogy a szociálisan rászoruló gyerekeket támogassa Csongrád megyében elsődlegesen, de egész országosan építettük ki, és itt az összegyűjt alapanyagokat pedig jövő hét vagy 2 héten belül szét fogjuk osztogatni. Ezen felül prevenciós tevékenységet látnak el, a családok számára tájékoztatást nyújtanak szakemberek bevonásával, ételenergia szűrésekkel és egyéb színes programokkal egybekötött rendezvényeket, életmódtáborokat szerveznek. Már nem csak Makón és környékén, hanem az ország több pontján is felfigyeltek kiemelt fontosságú céljukra. Az interneten jól ismert gluténmentes konyha és lisztérzékeny napok csoportok is találkozót szerveztek a helyszínen, ezzel felhívva a figyelmet a rendezvény céljának fontosságára. Dísztestületi üléssel nyitották meg a 24. lelei napokat, ahol díszpolgárt is avattak. Ezt a címet idén Csugri Ferencnének adományozták. A hétvégén tartották a 24. lelei napokat. A rendezvény ünnepi testületi üléssel kezdődött, ahol kitüntetéseket is adtak át. A falunapokat Martonosi György polgármester nyitotta meg, aki felsorolta a településen történt jelentősebb fejlesztéseket. Köztük a közösségi konyhát, amelyet nemrég bővítettek, most az épület külső részét újították fel, valamint új öltözőt és kiszolgáló helyiséget adtak át. A hagyományokhoz híven számos elismerést is kiosztottak azoknak, akik sokat tettek a településért. Maroslele díszpolgára Csúri Ferencné nyugalmazott pedagógus lett. Csúri Ferencné 1955-ben szerezte meg diplomáját Hódmezővásárhelyen, azután kezdett el tanítani a maroslelei iskolában, ahol 1995-ig tevékenykedett. Nyugdíjazása után is aktívan részt vett a község által szervezett rendezvényeken. A Maroslele községért címet Vincéné Faragó Anikó, a maroslelei általános iskola pedagógusa és Csordás Csaba növényvédelmi szakember kapta. Kimagasló sport teljesítményéért Tóth Jennifert, Európa és világbajnok fitness és testépítő versenyzőt részesítették elismerésben. Most pedig rövid híreink következnek. Nem mondott le Lázár János, ezt maga a miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be sajtótájékoztatóján. A korábbi sajtóhírek szerint fennállt annak lehetősége, hogy lemond posztjáról Lázár, ám mint fogalmazott, nem egy lemondós típus, és továbbra is a miniszterelnökség élén kíván dolgozni. Mára az is kiderült, hogy a kormányzati struktúra átalakításával oldotta meg Orbán Viktor a Lázár-Rogán ellentétet. Az új politikai kabinet főnök is saját tárcát kap, és megmaradt Lázár János miniszterelnöksége is. A Derek önkormányzati társulás lakossági fórumot tart Makón szeptember 23-án, azaz szerdán a Korona szálló földszinti termében. A téma a városunkban is hamarosan elinduló úgynevezett házhoz menő szelektív gyűjtés bevezetése. A változás egy uniós projekt keretében zajlik. A lakossági fórumon tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők a projektről, valamint annak hatásairól, eredményeiről. A Dél-Kelet-Alföld regionális hulladékgazdálkodási rendszer, azaz a DAREK létrehozását célzó önkormányzati társulás uniós és állami források felhasználásával több mint 15 milliárd forintból modernizálja hulladékgazdálkodási rendszerét az érintett 86 településen. A projekt keretében beszerzik a szükséges kukákat, szállítójárműveket és olyan létesítményeket építenek, amelyek az új rendszer működtetéséhez szükségesek. A József Attila Városi Könyvtár gyermekrészlege könyvbörzét hirdet. Október 5 és 10-e között könyvfelajánlásokat várnak a gyermekkönyvtár nyitvatartási ideje alatt. A könyvtárosok olyan könyveket várnak, amiket a családok gyermekei már nem olvasnak. A könyveket rászoruló családoknak ajánlja fel a József Attila Városi Könyvtár gyermekrészlege a 10. országos könyvtári napok keretében.
Karamell és Mezőmisi után most Temesi Bertalan basszusgitáros zenei rendezőnek készített lábbelit a makói cipész Kaposvári József. A mester borjú mellett gyíkbőr alapanyagot használt, az elkészült remek művet a Makói Hagyma Fesztiválon kapta meg a zenész. Ezt a cipőt készítette a makói cipész Kaposvári József, Temesi Bertalan basszusgitáros zenei rendezőnek. Különleges alapanyagként gyíkbőr is került bele, a talpán pedig a zenei rendező képmása van. Berci a Makói Hagyma Fesztiválon vette kézbe először új lábbeliét, ami elkápráztatta. Ez egy fotó, amit az egyik közösségi portálon használok profilképként, amit jól látom, Józsi önszorgalomból és meglepetésből letöltött, és ezt használta a talpra, ez egy ilyen kis öltönyösebb, elegánsabb kép, amit még Kundgeri barátomnál készítettem, ahol mi amúgy találkoztunk életünkben először személyesen, Ugodi Tibornak és Kundgergő barátunknak köszönhetően, úgyhogy hát elképesztő. Én azt gondolom, hogy ha létezik Magyarországon világszínvonal, akkor nem csak komoly zenében, nem csak hangszerkészítésben, hanem most már cipőgyártásban is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked. A cipőkészítés folyamatáról egyeztettek az egyes fázisoknál. A kaposvári cipők különlegessége, hogy minden egyes darab teljesen egyedi és tükrözi a tulajdonosának személyiségét. Itt előle gyíkbőr található, ami úgymond számomra is meglepő volt, hogy tök jól fog rajta mutatni. Egy kicsit tartottam tőle, mert a Gergő azt kérte, hogy egybe legyen, és folyamatosan fotóztam a cipőt, és akkor mindig mondta, hogy tök jó, tök jó, tök jó, és akkor hajrá, hajrá, hajrá. Ez így ülködött törbe. A talpa az bőrből készült, ugyanúgy persze rakott sarok, egy kis koptatóval ellátva. Berci azt mondta, Nagybecsben tartja majd az új cipőt, közelgő születésnapján hordaná először, és az is lehet, hogy később inkább vitrínben tárolja majd a számára igencsak különleges lábbelit. A következőkben rendőrségi híreket láthatnak. A Szegedi Járásbíróság nem jogerősen elrendelte annak a gyanúsítottnak az előzetes letartóztatását, akit tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett határzárt tiltott átlépése büntettének, megalapozott gyanúja miatt szombaton vett őrizetbe a rendőrség. A Szegedi Járási Ügyészség azért kezdeményezte OH előzetes letartóztatását, mert az megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy szeptember 16-án a szerb-magyar határ szerb oldalán várakozott az úgynevezett gyodakerítéssel fedett kapu előtti területen, hogy bejusson Magyarország területére. A bíróság döntését az ügyész tudomásul vette, míg a gyanúsított és védője fellebbezést jelentettek be, így a végzés nem jogerős. Szombat késő este az M43-as autópálya 46-os kilométer szelvényénél, azaz a Királyhegyesi kihajtónál két román honosságú kisbusz ütközött egymásnak. A két autóban összesen 4 utaztak, az egyikük súlyosan megsérült. A baleset következtében a járművek súlyosan roncsolódtak, a motortérből szivárgó olaj és hűtővíz beszennyezte az úttestet. A tűzoltók forgalomkorlátozás mellett kezdték meg a műszaki mentést, amely a hajnali órákig elhúzódott. Remekel a labdarúgó megyei első osztályban a Makói Futballklub. Mátóék ezúttal az FK Szeged ellen nyertek 3-1-re. Továbbra is veretlen a megfiatalított Makó FC a Megye 1-ben. A hétvégi fordulóban a méhes legénység itthon fogadta az FK 1899 Szeged csapatát. Fél időben még 1-1 volt az állás, az első találatot a hazaiak szerezték Vasandrás révén. A válasz hamar érkezett, a 40. percben Gyurkovics egyenlített. Próbáltam ugye váratlan helyzetből kapura lőni, és nem volt más lehetőségem, mondom, ellövöm is. Hál' Isten, jól sikerült. Mert szerintem nagyon jól küzdöttünk, megoldott, tettük magunkat, oda tettük a szívünket, minden. A fordulás után nem sokáig kellett várni az újabb találatra. A 49. minutumban Juhász volt eredményes, majd a 90. percben Solymosi is betalált, beállítva így a végeredményt. Makó FC FK 1899 Szeged 3-1. A győzelem értékét növeli, hogy a csapat mindhárom gólját fiatal játékosok szerezték. Ilyen heti előzmények után, mint ami a héten történt velünk, 24-es keretből 10 ember jelentett beteget vagy sérültet, azt mondom, hogy nagyon értékes a győzelem. A fiatalok pedig hát ugye kapják a lehetőséget, és úgy néz ki, hogy jelenleg is vele. Győzelmével a Makó második helyre ugrott a tabellán. Az élen álló agy ugyancsak 16 ponttal, ám jobb gólarányjal vezet. A következő fordulóban Mórahalmon lép pályára a Marosparti Gárda szombaton 16 órától.
Híradónk végén lássuk a legfontosabbakat még egyszer egy-egy mondatban. Jó hangulat volt Gerizdesen. Táplálékallergiásoknak segítettek. Remekeltek focistáink. A hírek után néhány szó a holnap várható időjárásról. Szerdán az ország nyugati részébe hideg front érkezik, térségünkben azonban közepesen felhős időre van kilátás. Reggel 13, délután 27 fok lesz. Kedves nézőink, Önök a Makói Városi Televízió keddesti híradóját látták. Kérem, ne felejtsék el, hogy híradós anyagainkat ismét megtekinthetik a Makói VTV YouTube csatornán, valamint a www.makotv.hu weboldalon. Híradónk után 18 óra 15 perctől portrét láthatnak dr. Sánta Sándorról, Makó díszpolgáráról. 18 óra 35 perces kezdettel színes kulturális magazinunkkal a társalgóval jelentkezünk. 19 óra 5 perctől a PIK Szeged sportmagazin következik. Végül 19 óra 35 perctől az Egy lépés az egészségért című projektről hallhatnak információkat. Kedves nézőink, ez volt mára a híradó, holnap este ismét jelentkezünk friss hírekkel. Remélem, akkor is velünk tartanak majd. Én megköszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!